hölgyeim és urak! Azért hívattam önöket ide, mert egy igen kellemetlen hírt kell közölnöm. Revizor jön hozzánk. Hogyan kérem? Egy revizor? Egy revizor! Egy revizor! Igen, egy revizor. Inkognitóból a fővárosból. Titkos utasítással. Ne mondja! Még csak ez hiányzott. Ráadásul titkos utasítással. Mint ha éreztem volna. Egész este olyan rosszul aludtam. Mondjuk ennyi vodkától én is rosszultam volna. De most nem az én megérzéseim a lényegesek. Barátomtól érkezett a levél. Drága barátom, hogy szolgál az egészsége? Mint tudja, drága egyetlen, stb. Lényegtelen. Megvan. Ezúton tájékoztatlak arról, hogy nem sokára egy revizor érkezik hozzánk a fővárosból. Elvileg egy ideje már a környékünkön jár. Valószínűleg titeket is meglátogat majd valamilyen titkosítással. Nem szeretnélek megijeszteni, de tudod, hogy van ez. Egyikünk sem lehet tökéletes, stb. Ez borzasztó. De mégis, miért jön a revizor? A sors, drága barátaim! Eddig csak más városokat vert a sors. Most rajtunk a sor. Szerintem ennek teljesen más okai vannak. Nem értem, mire gondolom, író uram. Hát, politikai okai. Ezt úgy értsem, hogy engem! Sose tudhatjuk, az polgármester uram. De mégis mi oka lenne? Azért valljuk be, néha hibázik polgármesterben. Igen, ott van például a felújítandó épület. Az utcán pedig annyi a részek, hogy nem lehet tőlük közlekedni. Talán magánál minden rendben van, bíró uram. A bírói pulpitusa csak a korbácsa fekszik. Mégis mit ilyet az arra tévedő idegen? Azt hiheti, hogy mit ilyen középkori módszerekkel élünk. Arról nem is beszélve, hogy csak a vadászatnak él. Azért az iskolában is vannak ám hiányosságok. Befúj az ablakon a szél. A múltkor is kölgött a gyerek iskola után. Befúj a szél. A történelem tanár megvadulhat a... Csak beléli magát a történelembe. Na de melyik korban? Ne korbácsuk fel az indulatokat, kérem. Na és a közjó? Hol van itt most közjó? Nem értem, mire céloz. A kórház üres. Nyilván üres, otthon jobb meghalni. Más jövök, amúgy se jó. Uraim, ennek semmi értelme. Valamit viszont tennünk kell. Ő a polgármester? Mondja meg, polgármester úr, mit tegyünk? Kezelni kell a problémákat, ez nem lehet kérdés. Vegyük először az igazságszolgáltatást. Bíró úr, hajtsa ki az állatokat a tárgyalóból, és tegye a korbácsát zsebre, ameddig itt van az a revizor. Igenis. Az iskolában tegyen maga rendet. Legyen egy rendes terme, hogyha a revizor megkívánja tekinteni a létesítményt. És szerezzen egy rendes tanárt. Egy történelem tanárt. Azzal úgy is szoktak ott variálni. Fönt. Legyen ideológiailag is elfogadható. Fontos, hogy jó véleménnyel legyenek a nálunk folyó oktatásról. A kórházban kapjanak valami ehetőt a betegek. Ezzel mire szíloz? Arra céloz, hogy a kórházban elő van írva, hogy a betegeknek rendes ellátást kell kapni. De csak káposztát kapnak. Amit nem szabadna nekik adni, mert felfújja őket. Csak ameddig itt van a revizor. Rendben, majd intézkedek. Elmehetnek. Ne féljenek, uraim! Mindent kézben tartok. Postamester, jöjjön be! Polgármester úr! Hogy is mondjam? Kérnék öntől valamit. Tudja, jó polgármester úr, hogy én meg bármit. Na, nézzel. Úgy hiszem, hogy valaki elárult minket. Pedig hát olyan jó ember a polgármester úr. Én nagyon szeretem a polgármester úrat. Én arra szeretném kérni, hogy bontsa fel a leveleimet, amik átfutnak önnél. Hogyha talál benne valamit, azt egyből jelentse nekem. Csak ennyi lenne, nem kell engem a mesterségemre tanítani kéne. Olyan izgalmasak a levelek. Annyi butaságot érnek az emberek. Rendben, akkor tudja a dolgát. Most elmehet. Polgármester úr! Óriási hír! Még annál is nagyobb. Mondják! Tudja, éppen a postahivatal felé megismertem, de... Ne váljon már állandóan a szava! Kérem, akkor viszont hagyjon végig! De hát! Adni. Mondják már! Tehát éppen a hivatalba tartottam... A postahivatalba? Igen, mikor találkoztam a főbíró úrral. Ő mesélte, hogy mi történt. Nekem a rendőrfőnök mesélte. Kérem! Tehát ő mesélte, hogy revizor jön. Persze, ekkor még nem számítottam semmi várakra, mondjuk már csak azért sem, mert ugye korgott a gyomrom. Mert ugye én reggelire csak keveset eszem. Tehát mondtam is a Babcsinszkaja asszonynak, hogy tartson velem egy esélyt, ne szóljon közben!
korai ebédre, 10 óraira. Igen. Tehát elmentünk az étterembe, mert hallottam, hogy ma érkezett friss áru, és hát ez ugye az éjség nagy úr. Tehát ahogy éppen ott ülünk, egyszer csak megjelenik az étkezőben egy méltóság teljes fiatal ember, ne szóljon közbe! Én akkor már gyanítottam, és mondtam is Babcsinszkaja asszonynak, hogy... Mondta, hogy szerinte ez az a revizor, ezért én megkérdeztem a fogadóst, hogy mit tud a fiatalember. Igen, megkérdezte. Ő pedig mondta, hogy ez valami hivatalnok a fővárosból. Én már akkor kérem, biztos voltam magamban. Én pedig annál is biztosabb, hogy ez a fiatalember tényleg a revizor. Mit mondanak? A revizor? És hogy néz ki? Fiatal, nagyon méltóságteljes, meg elegáns. De látnia kell a tekintetét. Szinte kinézte el az acot a számból. Semmi kétség, ő lesz az. Mennyi ideje van itt? A fogadós szerint 2 hete érkezett. Te jó ég! Hát annyi idő alatt tulajdonképpen bármit. Mindent látott. Hölgyeim, ki kell javítanunk a hibáit. Na, már persze nem úgy, de mi most oda megyünk, csak semmi feltűnés. Mint ha csak arra járnánk, és akkor megolajozok a gépezetet, és minden mehet tovább úgy, ahogy eddig volt. Hölgyeim, indulás! Jaj, milyen kényelmes árnyékó! Talán nem a legkényelmesebb a világon, de mégiscsak jobb, mint a padló. Ahogy itt fekszem, a világ mintha tökéletes lenne. Csak ne lennék ennyire éhes. Igen, igazából ez az egyetlen gondom. Éhes vagyok. Hát miért nem ad nekem enni senki? Lehet, hogy csak egy utolsó szolga vagyok, de valami azért nekem is járna. Egy kis sült mártással. Előtte valami leves, utána valami kis édes. Ha csak rá gondolok, még éhesebb leszek. Torta, sütemény, fagylalt eperon tettel. Ki tudja, mennyi finomság még. De nekem nem jut semmi. Éhes vagyok. Ez a gazdám lesz. Tehát itt vagy, te világlustája, már megint az ágyamon petlengtél. Hová gondol, kedves gazdám? Látom, hogy gyűrött az ágy nemű. Ne próbálj meg nekem hazudni, inkább hozzá enni valamit. De a fogadós már a múltkor megmondta, hogy nem ad enni, amíg nem fizet. Ilyet mondott volna? Már harmadszor. Akkor most mondja negyedszer is. Én akkor sem veszek szem vele többet. Ha enni kér, kérjen maga. Ó, szép, drága barátom, ebédidő van. Ez pedig azt jelenti, hogy nekem ennem kell, hozass enni. Ilyen szépen kéri. Éhes vagyok. Azt reméltem, hogy a sétával elmúlik ez a borzasztó érzés, de... A semmit tevés csak felerősítette. A szolgámnak persze nem mutathatom ki, hogy mennyire szenvedek. Már napok óta koplalok. A fogadósnak eddig mindig megesett rajtam a szíve, de mi lesz, ha egyszer kiadja az utam? Végül is csak egy szegény hivatalnok vagyok, senki más. Ha akkor kére kívántal egy hintót, most persze minden más lenne, ha valaki hinton vonul be, azt megvendégelik, nagyságos úrként köszöntik, de ez nekem nem jár. Ki vagyok én? Csak egy átlagos polgár. Jó fővárosi, de rangomat nincsen. Tanult ember vagyok, és mégis emberszámba sem vesznek. Éhes vagyok. Hányszor mondjam? Nincs hitelre! Ez egyszer utoljára. Jó ég. Lehet, hogy ez az utolsó napom ebben a városban. Én már figyelmeztetem, nem adok többet hitelre. Vagy fizet, vagy nem kap semmit. Ez itt nálunk, kérem, így szokás. Jó napot. Nézze, kérem, én mindent megteszek magukért, hogy itt maradhassanak. De az ebédet fizetnie kell. Különben is, mi van hozzá csak új alapanyagot, ha maga nem fizet? Én úgy tudom, hogy ma jött meg a beszállító, láttam, hogy 2 ember már lakmározott is a mai menüből. Ne hazudjon a szemembe. Én a fővárosból jövök, nekem délben ennem kell, vagy csak nem akarja, hogy egy szerény polgár, vándor éhen halljon itt a maga kis fogadójában. Mi a mai mely? Csontleves és sült hús. Kitűnő. Most utoljában. Ne felejts el a mártást sem. Gazdám, eszünk!
Eszem, barátom, eszem. Ez tényleg ez a legutolsó. Már én is túl sok van a számlájára írva. Csak két fogás. Csak nem gondolja túl, hogy még süteményt is hozok. Borzasztó. Én mondom magának, én még ilyen rosszat nem ettem. Maradékot add meg. És a mártás? Csak nem gondolja, az egy vagyon. Mártás nélkül a szűrűt nem ettem még. Úgy megszálltam. Tudja, én a fővárosi konyhához szoktam. Ezért én nem születtem. Rendben fogok hívni! Fizetni fog! Gazdám maga, nagy ember! Az élet a legjobb tanító mester. A fenébe eltöltök, még éhesebb lettem. És mi lesz most? Örökké nem élhetek így. Valamit tenni kell. Hajnap hajnalban tovább kell állnunk. De jó ég, tényleg kihívta a rendőröket. Tessék! Jó napot kívánok! Jó napot! Szerint is városunk polgármesternek. Igen? Elmentek. Ez az a fiatal ember. Tényleg fiatal. És tényleg, mintha lenne valami a tekintetében. Én nem mondtam. Miért ott van a polgármester? Nálam? Ja, tudja, én csak erre jártam. Tudja, szeretem tudni, hogy milyen ellátásban részesülnek a nálunk átutazók. Nos, igen, az ellátás. Akartam is mondani. Vagyis a fizetés. Ez az alakire már nem fizet már másfél hete. Vagy úgy. Tudja, hogy van ez a hivatalnoki kifizetésből a fővárosban. A fővárosból jön? Igen. Ha! Bután, mint gondoltam. Még csak meg se próbálja titkolni. És meddig marad nálunk? Ameddig teendőim megengedik. Látom, szobája nem valami tágas. Valóban nem. Mégis mit vár? Lakosztály? Nem is fizet. De csak mert rossz a minőség. Ugye az én gyomrom a fővároshoz szokott, nem ez a vidéki, sültnek nevezett cipőtalphoz. Tehát maga elégedett? Igen, kérem, én elégedetlen vagyok. Engedje meg, hogy kisegítsem. Mennyivel tartozik? Volt a sózott hering, némi bor, meg persze... Még nincs összeírva a számára. Várjon, majd én vele mindent elintézek. Tudja, nekem otthon van egy nagyon szép kis takaros vendégszobám. Talán ott tölthetne nálunk egy kis időt. Egy kis időt? Vagy amennyit természetesen csak szeretne, és kap rendes vacsorát is. Természetesen az inassa is megkapja. Az inassom? Igen. Akkor az inassom csomagoljon össze. Bocsásson meg, de írnom kell a kedves feleségemnek, hogy méltón fogadhassuk ön szerény otthonunkban. Még be sem mutatkoztam, Babcsinszkinek hívnak. Már láttam magát itt a betegek. Igen, tudja, ha idő megrögi, mert én ugye keményen dolgozom. Vannak nekem itt ilyen kis földjeim a város körül, ott gazdálkodom. Remélem mindent rendben talál. Én is. Na, ezt vigye a feleségemnek. A másikat pedig vigye a városi előjáróknak. Készüljenek fel, hogy meglátogatjuk őket. És mondja meg a főbíró úrnak, hogy készítsenek elő valami kis uzsonnát. Megengedi, hogy ameddig szerény otthonunkban felkészülünk fogadtatására, körbevezessem a városba? Persze. Akkor el is indulhatunk akár. Ó! Jaj, az orra! Hát maga... Jó napot kívánok, méltóságos uram! Dobcsinszkája vagyok, földbirtokos gazdálkodó. Ez remek, de miért esett be a szomába? Ja, hogy ez semmiség, én csak éppen, hát erre jártam. De már megy is! Hát igen, de tudja, az a helyzet, hogy... Mondom, megy is! Igen.
megyek. Eddig semmi sincs rendben. Nem értem, hogy miért hallgatózik maga is itt. Vigyázzik el, okos ember! Bocsásson meg ezért a kis malőrért. Remélem most már elindulhatunk. És maguk szerint milyen ember ez a revizor? Azt beszélik, hogy nagyon fiatal. Hát, tudod, drágám, én nem is tudom. Az én uram sosem mond el semmit. Jellemző. Biztosan egy igazi lovag. Eddigre a fővárosból érkezett, csak is az lehet. Remélem jó képű. Már nem azért, de valljuk be, a mi férfiaink mind ugyanúgy néznek ki, mint disznók. Disznók! Időnként nem árthat egy kis felfrissülés. Nekem egyenesen kéne egy kis felfrissülés. Te jobb, ha mi nem frissülsz fel. Inkább törődj a magad dolgával. Csak azt nem értem, hogy miért nem mond el nekem soha semmit az átkozott férjem. Nézd el neki, elvégre polgármester nem avathat be bárkit a város ügyeibe. De akkor is mindent én tudok meg utoljára. És persze én. Te csak ne fimaszkodj, inkább keresd meg apádat, azt sem tudom, hogy merre jár. Anyám, nézd, Babcsinszki jön. Ugyan már, aranyom, hogy lehet az Babcsinszki? Nem mondom, hogy ül az futra, hanem egyenesen erre. A mert a zsegös vagyok, nem szoktak futni! Ez már pedig akkor is ő! Mit látok? Na hát, drágám, a Babcsinszki fut. Én megmondtam, hogy ő lesz. Úgy édesem. Nagyságos polgármester, a polgármester úr sürgős üzenetet küldött. Képzelem, mennyire sürgős. A revizorral kapcsolatos. A revizorral? Csak nem találkoztak vele? De igen. És milyen? Jó képű. Fiatal? Nagyon fiatal, nagyon finom úr. Elragadott. Mit írt a papa? Drága Anna. Drága Annám, azért írok, hogy sürgősen készítsd elő a nagyszobát, ugyanis vendégünk érkezik. A revizor az, személyesen. Nagyon nagy gondban vagyunk. Egy társózott makréla, két üveg borhat tányér. Mi köze a makrélának a revizor? Ja, annak semmi, de képzeljék, a fogadós olyan rosszul tartotta a revizort, hogy még papír sem volt a szobában. A számlára kellett írni. Még papírt sem adott? Micsoda meggondolatlanság. Akkor igen, hogy lehet a baj. Még annál is. Akkor gyerünk munkára! Akkor most ide jön a legyen! Gyerünk még neki munkára, nem érünk rá! Én is szaladok, megnézem, mit csinálnak a többiek. Szaladjon csak! Szaladjon! Mindenről tájékoztasson! Miska! Igen? Miska, jól figyelj! Segíts elhozni a revizor holmiait. Nincsen amik nasa? De a jó benyomás nagyon fontos, nem érted? Mi addig a lányokkal rendbe tesszük a vendégszobát, és készítünk valami vacsorát. Na gyerünk, Lódui! Jó. Hé, gyerek! Én? Igen, te! Merre van a polgármester háza? Arra, minek keresel? A gazdám ott fog tölteni néhány éjszakát. A te gazdád az a fővárosi. Igen. Mondj csak, tényleg befejezz ember? Én azt nem tudom. Na de mégis milyen? Szereti, ha minden rendben van meg. Szeret jókat enni, ha érted, mire gondolok. Értem. Persze, én is szeretek. Mit? Jókat enni, ha érted, mire gondolok. He? Hülye. Igen. Semmi. Mi most nálatok az ebéd? Némi káposztával, sütemény. Sütemény? Jaj, de éhes vagyok. Esetleg tudnál segíteni a csomagokkal is? Végül is. Na, így már egészen más. Micsoda vendég szeretet. Erre tessék! Nézze, milyen szép az iskolát! Ez az iskola, tudja, az én iskolám nem így nézett ki. Akkor talán ez... Nem megfelelő? De valószínűleg, de miért ilyen húzatos? Én mondtam, hogy húzatos, a fiam meg is fázott. Nagy melegben nem lehet koncentrálni. Vagy úgy, akkor itt nyilván remeknénk. Természetesen, főleg történelemből. Te jó ég. Tényleg? Náluk mindent teljesen rendben van. Ideológiailag. Tökéletesen. Igen. Nincs mellébeszélés. Akár. A tanáraink pedig... Igen, igen, megyünk is. Köszönjük szépen. Nézze, ez itt a kórház. Sötét. Az baj. Mit tudom én, mondja meg maga. Hogy? Nem, nem, nem. Nem baj. Jó, te szóval tegek. De hol vannak itt a betegek? Nálunk kéne a betegek. Meghalnak, otthon. A betegek úgy jól jónak, mint a legyek. De hát ez igazán remek, nem?
Igen, persze. És mi a titka? Sikerüknek? Az újfajta gyógymód, mi kérem, csak a természetes gyógyulásban hiszünk. Oh. És persze a külföldi orvos. A külföldi? Egészen messziről jött. Hazai nem volt. Tudja, volt, csak éppen talán az nem felel meg? De valószínűleg... Talán menjünk is tovább. Ez itt a bíróság. Ezt most inkább kihagynám. Kérem, ahogy csak. Amúgy is minden a legnagyobb rendben. Engedje meg, hogy meg is vendégeljük egy kicsit. Tudja, más városokban az városi előjárók és a polgármesterek általában csak a saját hasznukat keresik, de láthatta, hogy itt teljesen minden rendben van. Töltsél neki még? Azaz. Mi az, hogy csak ennyi? Töltsél még? Na. Láthatja, a szociális ellátó rendszer is tökéletesen működik. Mindenki elvégzi a saját feladatát. Korrupciótól mentes ez a város. Azt látom. Így áll még. Majd megoldódik a nyelved. Ki is fogjuk deríteni, hogy mit prédikálsz nekünk ott a fővárosban rólunk. Ízli? Nagyon. Talán feleségem már elkészült a szobájával. Igyem meg. Na, úgy. Talán el is indulhatnánk visszafelé. Persze. Erre tessék. Nehezen már túl vagyunk. Na most jön még csak a java. Hát jó napot kívánunk. Jó napot. Anyuka, ő az... Igen, ne szégyenítsem. Jó napot. Ezt már mondták. Talán nem jó helyen járok, ez a polgármester úr lakása. Igen, jó helyen jár, akkor... Maga! Revizor! Milyen fél a múl! Remes. És hogy érzi magát nálunk? Remekül, elképesztő, hogy mennyire vendégszerető itt maguknál mindenki. Igen, hogy? Ja, igen, természetesen nálunk ne lenne. Persze. Engedje meg, hogy bemutatkozzam. Réki Lukics vagyok, Lukics felesége. Anna Antonovna, a polgármester felesége. Örülök a szerencsének. Ő pedig a lányom, Mária Antonovna. Mondod el. Akkor én talán megyek is. Jobb lesz az, drágám. Látom, jól elbeszélgetett a családommal. Elbűvölő hölgye. Ugyan kérem, lehet, hogy mi a fővárosi úri hölgyekhez képest. Hogy mondjam? Az úrfi nyilván nagyon befolyásos ember lehet. Hát tény, ami tény, vannak bennfent is ismerőseim. Hivatalokban, a minisztériumban. A minisztériumban? Mindenhol egy-egy emberrel különböző rangúak. Minden szinten különböző rangúak. Nagyszerű, nagyszerű. Ezt kell neked? Hát jó, akkor megkapod. Szóval, legutóbb is olyan jót kártyáztunk a nagykövet urakkal. Kártyázik? Akartam is kérdezni, van itt valahol a környéken egy mulató. Ha! Látok ám rajtad. Nem, nincs. Senki és semmi sem zavarhatja meg az éjszaka csendjét. Jár, néha nem állt egy kicsit mulatni. És esetleg szokott bálokba járni? Persze, minden este hívnak valahova. Legmagasabb körökből. Magas körökből. Most inkább lepihennék. Természetesen, ahogy akarja. Mária, vezesd a vendégünket a szobájába. Jöjjön. Milyen nagyszerű úriember. És drágám, milyen fiatal. Igen, fiatal. Nagyon befolyásos ember lehet ez a mi revizorunk. Vigyázni kell vele. Okos ember. Rendőr! Parancs! Állítson rendőröket a ház köré! Senki sem zavarhatja meg a revizort. Főleg nem a kereskedő. De drágám, miért kéne vigyázni a kereskedőket? Jobb az óvatosság. Te tudod. Én tudom.
Milyen csodás ember. Mamuska, látta, hogy végig engem bámult? Ugye, kérem, drágám, hova gondolsz? Mind tudjuk, hogy igazából végig de a szemei csak is rajtam legeltette. De van észlése, és engem bámult. Természetesen az én végig engem nézett. Legeltette szemét. Akkor is, amikor igen, arról beszélt, hogy kárdázik, van észlése, engem bámult. Mi érdemes fogadtatás, úgy látszik, megfordult a szerencsénk. Valóban gazdám, de ide lenne továbbállni, mielőtt még ismét megfordulna a szerencsénk. Ahogy ne légy már vészmadár, minden remek lesz. Ma este még itt alszunk, holnap reggel még eszünk valamit, aztán majd meglátjuk. Valami nagy kutyának hisznek, talán segítenek továbbállni. Uraim, a helyzet úgy áll, hogy ilyen tisztában vagyunk a következményekkel, de meg kell próbálnunk. Tehát ez szobában. Akkor sincs választás. Biztosra kell mennünk. Akkor ki megy elsőnek? Mindig, aki kérdezik. Hölgye ki az elsőbség. Maga meg a járás vagyok. Elnézést a zavarásért, csak hát meg akartam kérdezni, hogy elégedett-e a szolgálataimmal. Nincs semmi problémám, elképesztő, hogy mennyire odafigyelnek a látogató jólétére, bár a némi pénz jól jönne. Most akkor kerjek kölcsön tőle? Szóval arra lenne ugye szóval, nem akar nem. Csak tudja, a hosszú utazásom során pénzbeli problémáim adódtak. Hát, amiatt ne aggódjon uraságon. Mennyi kellene? 80 000 forint, mondjuk. Hát, kerek 100 000 forinttal állok rendelkezésére, a felesleget csak tartsa meg. Lekötelez. Van bármilyen különleges kérése? Nem, köszönöm. Ha erre jár, szívesen látom, hogy vadászaton. Hát ez nagyon kedves öntele. Elmehet. Ó, viszontlátásod. Bocsásson meg az urának egy kicsit értékes idejével, csak biztos akartam lenni azzal kapcsolatban, hogy tudja, elégedett kórházi tevékenységeimmel. Ugyan idő, mint a tenger, panaszkodásra pedig nincs okom. Bár, tudja, hosszú utazások során pénzbeli problémáim adódtak. Mennyire gondol? 100 000 forint, mondjuk. Ahogy parancsolja. Jó napot! Üdvözlöm! Tudja, én igazán nem akarok zavarni. Attól függ, van-e pénzed? Csak meg akartam kérdezni, hogy, az iskolában nem lehet semmi kifogásolhatót. Ami azt illeti, nem. Bár... tudja, hosszú utazás, pénzbeli problémák, szokásos dolgok, 150 000 forintra. Gondoltam? Igen, persze én is. Most. Akkor mikor minden rendben? Rendben, köszönöm. Ezt könnyűben ment, gondoltam. Csodás napot kívánok! Én még annál is csodásabbat. Mivel hoztál neked? Tudja, arról van szó. Arról van szó, hogy szeretnénk, ha jó véleménnyel távozna tőlünk. A mi vidékünkről. És mivel ugye a földek itt a környéken az enyémek. Az enyémek. Ezért csak szerettük volna megkérdezni, hogy mindent rendben talált-e, vagy esetleg változtatnunk valami? Ne változtassanak semmén, maradjon meg a mi országunk, az önök vidéke örökké ilyennek. Igen, ez szerintem is. Bár, tudják, hosszú utazásom során pénzbeli problémáim adottak. Ez csak természetes, nem meg is segít. Mennyi pénzük van? $85,235. Hát... De hozzá tudom csapni egy sertéstártat. Nekem úgy se kell, örökültem. Nem, azt igazán nem, inkább csak a pénz. Remek, akkor kérhetnék valamit öntől? Persze. Kérem, hogyha visszamegy a fővárosba, mondja meg, hogy él itt ebben a kisvároskában egy Babcsinszki nevű asszony. Ők érteni fogják.
Akkor már engem is említsen meg a kegyelmes úr. Ez csak természetes. A többiekről ne is beszéljen. Nem jó emberek azok, kapzsi mintha. Irigyek, ha érti, mire gondolok. Hát persze. Ennyi van? Igen. Nem is szabadít. Igen, pihenjen, csak tovább. Remek nap. Talán még maradunk egy kicsit. Ki lehet az már megint? Parancsoljon! Ne haragudjon meg az uraság! Hogy így magára rantunk? Mi szerény városi kereskedő. Hófák! De a polgármester úr nem engedett eddig minket az uraság közelébe. Ugyésse! Miért? Hát azért, mert mi kérem nem támogatjuk őt. És ezért korlátozza a mi szólásszabadságunkat! Igaz. Mert hát kérem, az ilyen dolog, hogy magasabbak az adók, mint máshol, de ezt hozzászok. Az a másik, hogy sokkal többet is dolgozunk. Túlórázunk. Mint máshol. De mi ehhez is hozzászokunk, ha kell. De azt kérem, hogy minden reggel ingyen vásárol a piacon. Ingyen? Ez úgy történik, úrfi, hogy mi ugye ott állunk, és akkor jön a polgármester. Meg a többi városi előjáró. És akkor, ha megtetszik nekik valami, ezt egyszerűen csak elviszi. Próbáljon meg nekik bárki szólni. Másnap már nem árul a piacon. Érdekes. Mi igazán nem kérünk sokat. De úgy érzik, hogy azért ezt is tudjunk el az úrfi. Ha majd egyszer visszatér a fővárosban. Persze, egyáltalán nem lennék hűtlenek. Hoztunk némi tojást, meg húst, meg mézet. Meg cukrot? Ja, én ilyeneket igazán nem fogadhatok el, bár... Tudják, ha lenne valami csak pénzük, szívesen vennék egy kis támogatást. Valamit azért tudunk adni. Csak ránk is emlékezzen az úrfi. Azért a cukrot is vigyem már el. Jó, én ezt igazán nem, de ha ilyen szépen kérjük. Ennyi? Igen, igen. Tessék, vigyék a szalonnát! Egy kis cukrot vennék? Jaj, de semminek az már. Ezt meg hogy érti? Á, semmi sem. Semmi se igazán. Gyere, balhé lesz. Hol? Ott te, a polgármesternével. Jellemző mindig a polgármesternével van, mert hát azt hiszi, hogy ő jobb nálunk. Megbolondultak, asszonyok. Nem nekünk szed fejünkbe a büszkeség. Mi? Hát nézzen tükörbe, mégis hogy öltözködik maga? Kinek képzeli magát? Jaj, csak nem hercegnőnek, baronesznek? Mit értenek maguk ehhez? Maguk? Maguk vidékiek? Ha nem, merked micsoda? Talán nem itt el velünk, egy városban. Képzeljék, engem egy fővárosi úr dicsért meg. Igen, drágám, gyönyörű volt. Tudod, kisázott volna maga fővárosi úrral. Tudja meg, hogy a revizornak itt nálunk. Hát ott találkozunk. Köszönöm, édesem. Erről én is hallottam. Tehát igazott egy valószínű. Aztán mit tenne magán az az úr? Hát, maga most komolyan nem látja. Bunkó? Igaza van, már mindent értek. És képzeljék! Egész nap. Csak engem bámult. Így volt, drágám, csak téged. Hazudik. Nem, csak udvarias volt, vagy az is lehet, hogy... Nem ért a nőket. Nem igaz! Engem nézett! Egyszerűen kívánt engem. Igen, akar téged. Akar téged. Drágám, ezek így folytat, csak én meg is mutatom neki. Én megmutatom neki. Mutasd meg neki, drágám, gyönyörű vagy. Megigaz, hogy majd pont ő fogok behajtani Anna Antal. Nem fogom hagyni. Nem. Ez lehet. Elég puha a párnája? Ami azt illeti... Mindennel megvan elégedve. Csak egy kicsit unatkozom. Ajánlhatok valami unalaműző olvasmányt, bár valószínűleg úgy is olvastam még, hisz olyan művelt. Haj, ugyan kérem! De hol vagyok én? Olyan finom, olyan eleges, mint egy fővárosi hölgy. Szerintem maga igazán finom, elegáns. Az arcát, mintha egy művész alkotta volna. A testet. Mintha csak én. Elég puhatár! Álljon! Igen! Mit akarsz? Én csak a pernet jöttem ellenőrizni. Nem, nem szavarsz, persze! Mit is zavarhatnál meg, ugyebár én már itt sem vagyok! A nőknek már nem lett magán élete! Én... Ó! Segítetek, esetleg valamiben tehetek én magáért valamit? Tudja mit? Legyen! Te jó ég! Hozzuság! De viszont megtetszik a lányuk! Ó, milyen megtisztelő! Hát rohadt megtisztelő, mondhatom!
Látom, elég közeli kapcsolatba került lányommal. Hát igen, elbűvölődöm. Én is. El is jegyzi. Persze, ez a kívánsága. Apuka lehet. Persze. De akkor mostantól te is szólíts engem apukának. Sok boldogságot. Ajánlom, hogy legyen meg minden hamarabb az esküvő. Szólok a többieknek is, hogy... Jaj, de jó lesz. Lányom, menj előtted. Mária, gyere! Készülődj! Kozdám megházasodik. Ugyan, ugyan ideje, így Noé, gyorsan. Az mi? Á, cukor, hogy ne felejtsem el azokat a kopákat. De aztán ide lenne indulni, mielőtt még tényleg megházasodik, én már gyülekezik a nászló. Rendben, indulhatunk. Kedves hölgyeim és uraim! Azért gyűltünk ma itt össze, hogy megünnepeljük legkedvesebb lányomnak esküvőjét. Ez esküvő példája lesz annak, hogy a modern világban is el tudod adni a lányodat. Annak, hogy létezik szerelem első látásra, hiszen az Úrfi is csak néhány napja érkezett, mégis egymásra talált az én kicsi Máriámmal. Meg a feleségeddel. Élvezz, lányom! Mert ez a legszebb nap egy nő életében. Ne hazudj ekkorát, drágám! No, de édesem! Te félek. Csak hallgass! Anyuka, félek! Ne félj, drágám! Hisz tudod, hogy egy ilyen úriemberrel minden rendben lesz. Adjuk! Anyuka mondja! Fjodorovics főbíró úr! Gyere! Mint az egyetlen jogtudós a városban, lenne kedves összeadni az ifjú párt? Persze! Lőttem egy medvét az esküvőre. Az nem vélet állat? Mit tudom én, itt szaladgált a fő utcán. A lényegre! Tudja, én elég modern felfogású tanult embernek tartom magam. A lényegre! De a házassághoz két ember kell. Hol van a vőlegény? Itt tudom én, biztos csak felfrissült. Miska, kerítsd már elő. Minden, üres a szobában. Oh. Polgármester úr! Polgármester úr, nagy baj történt. Mondja. Az Úrfi elment. Láttam, hogy átvág a földemet. Az én földemet. Akkor ennyi? Vége? De mi mindent megtettünk. Szóval nem lesz baj. Igaz. Polgármester úr, hírek. Mondja gyorsan, postamester úr. Szóval ugye, ahogy kérte, ma is felbontottam a leveleket, amit... No de kérem! Ez felháborító! Szörnyűség! Uraj, majd máskor. Egy bizonyos Hesztapovért üzenetet a barátjának a fővárosban. Olvassa gyorsan! Drága barátom, azért írok neked, mert megfordult a szerencsém. A városi urak valami nagyon befolyásos embernek tartottak, mert minden jóval, főleg pénzzel elhamoztak. Ha látnád ezeket a szerencsétleneket, te író vagy, ezért gondoltam, leírom neked őket. Hogy beindítsek a fantáziádat. Most először is ott van a postamester, aki rendkívül bűséges odaadó. Csak az az egy gondolom bele, hogy rendkívül ostoba. Ne arra ugyanak, ezt nem bírom tovább olvasni. Állandóan kiszolgálja új szóval aláveti magát a polgármester minden akaratához. Ott van még a fogadós asszony is. Egy igazi boszorkány, aki állandóan veszekedik, de a szíve mély rendes ember lehet. Csak kár, hogy ő is kiszolgál egy elnyomó rendszer. És persze ott van az a két kövér, aki állandóan a máján hízik. Két földes asszony, aki csak kis királyként élt, de a földjeiket még sosem vetették be. Térdig ér már rajtuk a gazd. Ők nem mutatják magukat, de igazából csak benyalnak a polgármesternek. Alig, ha nem ők akarnak a város elöljárói közé bekerülni. Egyszerűen csak semmit tevők, az egyetlen dolog, ami az igazán értenek, hogy hogyan vesztenek össze. Ez rágalom. A járás bíró csak a vadászatnak él. Alig, ha ismeri a törvényeket, legfeljebb azokat, amelyeket pénzt hajthat be. A kórház igazgatója naív. Olyan könnyen csaltam ki belőle 100 000 forintot, hogy azt még a telesoposok is megirigyelnék. Magától csak 100 000 forintot kért, tőlem 150-et. No, de édesem.
Az iskoligazgató gyáva, reszket, mint egy nátszál. Hallik, amerre a szél fújja. Sose kérdez, állandóan zavarban van. Szerintem nem is végzett tanár. Persze a legnagyobb kutya a polgármester. Mindennél fontosabb számára a saját helye. Bármit képes lenne feláldozni csak, hogy uralkodhasson ezen a portfészken. Képzeld, azt sem zavarta, hogy majdnem lefeküdtem a feleségére. De! Meg a lányával. Mondjuk ez utóbbinak annyira megörült, hogy egyből esküvőt akart. Hihetetlen. De most azt hiszem, hogy tovább kell állnom, mielőtt még lelepleződnék. Szerencsére lett elég pénzem, hogy hónapóig nyugodtan éljek. Remélem, hogy azért ezek az egyszerű jelenek beindították a fantáziádat. Baráti üdvözettel a világ végéről te Hesztakovod. Te? Jó. Ég, mi lesz most? Nem lesz esküvő. Úgy tűnik. Nézzük a jó oldalát. Legalább elment. Vége. Minden maradhat olyan, mint eddig. Ezek után semmi nem lesz olyan, mint régen. Lehet, hogy feketén-fehéren. Érnek hát még a külső szemlélet. Én attól még szeretem a polgármester urat. Én megszavaznám még egyszer, ha lehetne. Ha lesznek választások. Ezek után... Akkor csak írjuk be a hiányt és ennyi. Legalább nem kell semmit se változtatnunk. Hát de komédia lesz belőlünk! Vagy még rosszabb. Rendőr! Parancs! Tegyen rendet a városban! Senki... Minden marad a régi. Semmi sem változik. Én mindenkinek megbocsátok. Ezzel az ügynek vége. Azt én nem hiszem, polgármester. Válthatnék önökkel egy pár szót, kérem. Basszus. Az utolsó, majd kapcsolja le a villanyt.